Mindenikre. Tehát a saját gondolatainktól nem tudjuk magunkat megkímélni. Lehet, hogy nem mondjuk ki, lehet, hogy nem írjuk le, de a saját gondolatainktól saját magunkat tudjuk a legkevésbé megkímélni, tehát saját magunkra, a saját egészségi állapotunkra hatunk elsősorban a saját gondolatainkkal. És hogyha tovább megyünk egy lépéssel, akkor mutatok valami rendkívül érdekeset. Ugyanis vannak tudatos gondolataink. És ezeket tudjuk akaratlagosan változtatni. Hol erre gondolunk, hol arra gondolunk, hol ez érdekel, hol az érdekel. Tudatos gondolatokat kezelni tudjuk. De vannak olyan gondolatok, beépült gondolatok, amelyek nem tudatosak. Nem tudjuk róluk, hogy ott vannak. És még azt se tudjuk róluk, hogy kerültek be. Pedig egyszerű. Hogyha az ember nagyon sokszor lát valamit, hogyha az ember nagyon sokszor hall valamit, akkor ez a gondolat megkerüli a tudatot, mert a tudatom van szűrő, elfogadom, nem fogadom, vagy így van, vagy nem így van, gondolkodom rajta, mérlegelem, elfogadom, elutasítom, és a többi. A tudat alatti nincs szűrő. Lehet mély tudatnak nevezni, tudat fölöttinek nevezni, mindenki választja ki a kedvenc kifejezést, hiszen itt Freud után nagyon sok vita volt arról, hogy ez most miért tudat alatti, miért nem tudat fölötti, miért nem ez, miért nem az. Nem akarok ezen vitatkozni, viszont tény, hogy nem tudatos része a gondolkodásunknak, és úgy kerül be, hogy valamit nagyon sokszor hallunk, vagy nagyon sokszor látunk, és adott pillanatban ez belső, nagyon erős utasításként kezd működni. Hogy mennyire erős utasításként, van az a népi bölcsesség, hogy nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Tehát, hogyha a mama bizonyos módon neveli a lány 18 éves korában fellázad, és azt mondja, hogy én biztos nem leszek olyan, mint anyám. Aztán 30-40 éves korában lehet, hogy észreveszi magán, hogyha egy kicsit figyelmes, hogy ezt is úgy csinálom, mint anyám, azt is úgy csinálom, mint anyám, amazt is úgy csinálom, mint anyám. És le tudjuk másolni, és le is másoljuk, mert sokszor láttunk bizonyos dolgokat, le tudjuk másolni azokat a mintákat, amelyeket a szüleinktől kaptunk. Le tudjuk másolni a párkapcsolatról vonatkozó mintákat. És nagyon sok esetben, hogyha szülők elváltak, a gyermeknél is megtörténik az, az unokánál is megtörténik ugyanaz. Mert azt látja, abban él, abban nő fel, és az megkerüli a tudatos gondolkodást, és bemegy, mint hatalmas tudat alatti mozgató erő. És már tudjuk, hogy mekkora erőről van szó. Egy hatalmas erő, ami a gondolat ereje, és úgy működik bennünk, hogy fogalmunk sincs róla. Ezért hoztam egy érdekes példát. Kimentem valamelyik nap, nem olyan régen az egyik bevásárlóközpontba, és készítettem egy fényképet. Ebédidőben, hát ilyen étkező, különböző vendéglők voltak sorban, ugye görög vendéglő, magyar vendéglő, olasz vendéglő, táj vendéglő, ilyen-olyan, amolyan, és az emberek alig egy-kettő csellengett a többi pultnál, és a McDonald's-nél ilyen sorban álltak. Miért? Reklámszakemberek nagyon jól tudják. Mert ez az a reklám, amit a legtöbbet látunk, amivel a legtöbbször találkozunk, és egy idő után programként működik, és nem gondolkodunk rajta, hogy miért csinálunk valamit. Megyünk, mint a robot. És itt van a példája annak, hogy nem a legjobb a kaja, sőt mindenki tudja, hogy inkább a gyengébb minőségű kaják közé tartozik. Nem a legolcsóbb, és sorba kell érte állni. És mindezt vállaljuk, mert egyszerűen nem gondolkodunk azon, hogy miért csináljuk. Mert már a program ott van. Túl sokszor láttuk ahhoz, hogy gondolkodni tudjunk felőle. Tehát, hogyha a reklám szakembereknek megy, és el tudják érni azt, hogy mi tulajdonképpen negatív irányba úgy viselkedjünk, ahogy ők szeretnék, akkor valószínű, hogy nekünk magunknak is megy, hogyha jó programot tudunk beültetni a mély tudatunkba. Mutatok még egy pár elrettentő példát, ami nagyon erősen hat a mély tudatra. Azt mondják, hogy jó szándékkal írták fel, a mély tudatra elsősorban az hat, ami jelen időben kijelentő módban hangzik el. Na már most, hogyha megfelelő alkalommal találkozunk egy ilyen szöveggel, hogy a dohányzás halálos tüdőrákot okoz, akkor megérthetjük azt, amit a statisztika mutat számunkra, hogy a dohányosok között egyre több a tüdőrákos. Igen, mert ezzel hányszor veszik kézben naponta a csomagot?
20-szor. Tehát az biztos, hogy a dohányzás káros, és nem tesz jót, és hogyha valaki mérget visz be a szervezetébe, azzal természetesen befolyásolja, negatív világban befolyásolja a szervezet működését. De ez a dohányzással összekapcsolva sokkal nagyobb kárt okoz, mint maga a cigaretta. Mert a gondolatot, a tudatalatti gondolatot programozza, utasítja bizonyos irányba, és ez mindig végre fogja hajtani ezt a programot. Ez olyan, mint a vírus a számítógépen. Bekerült, nem tudjuk róla, hogy ott van, csak azt látjuk, hogy itt is baj van, ott is baj van, amott is baj van, valami nem működik. És hogyha valaki felismeri, hogy a tudatalattiban van elrejtve a huncutság, és elmegy egy pszichológushoz, akkor jó eséllyel egy-két év alatt sikerül kihozni pszichoanalízissel és más technikákkal, sikerül felszínre hozni ezt a bizonyos akadályozó gondolatot, ami az életének bizonyos területein galibát okozott. Na és akkor mi van? Hát hogyha én tudom, hogy a számítógépemben van egy vírus, és hogyha én azt is tudom, hogy azt a vírust teszem, azt hogy hívják, meg hogy mit csinál, attól még mindig ott van. Tehát ezt onnan, ilyen módon kiszedni és hatástalanítani nem lehet. Milyen módon lehet hatástalanítani? Tulajdonképpen egyszerű. Milyen módon jut be ez az információ az embernek a mély tudatába? Ez vagy a másik, vagy a harmadik. Sokszor hallja. És hogyha valami, és egy idő után utasítássá válik. Hogyha sokszor hallja, és utasítássá vált, és már úgy működteti az embernek az életét, ahogy az nem tetszik, akkor egy pozitív gondolati töltéssel, amit szintén sokszor hallgatunk meg, ezeket a dolgokat felül lehet írni. Tehát nem érdekel, hogy mi van azon a CD-n, vagy mi van azon a flopin, felülírom vastagon olyan valamivel, amiről tudom, hogy az nekem jó. Na de mi az, ami nekem jó? Tehát mindenkinek más elképzelése van arról, hogy mi az, ami nekem jó, és mi az, ami másnak jó. Tehát itt megint csak veszélyes talajon járunk, hiszen lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy neki jó az, hogyha nagyon sok pénze van. És sokan rá is hajtanak. Aztán kiderül, hogy esetleg nem pont úgy sikerült a dolog, ahogy tervezték. Érdemes megnézni azokat, akik hirtelen nagy összeget nyernek a lottón. Egyik másik beszámol róla, hogy tönkretette az életét az a hatalmas összeg, amire nem volt felkészülve. Egyszerűen kezelhetetlen volt számára. Nem biztos, hogy egy valamit ki kellene ragadni és megcélozni, és azt mondani, hogy ha ez megvan, akkor én boldog leszek. Sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy rá kellene hangolódni egy kicsit az univerzum valódi működési módjára, és ezt már szerencsére azt mondhatom, hogy ismerjük, és olyan programokat bevinni, olyan tudatalatt futó programokat bevinni, amelyek ezzel a működési móddal összhangban vannak. Ha nincs összhangban vele, tulajdonképpen olyan, mint ár ellen úszni, nagyon elfáradunk, és nem jutunk sehova jó esetben. Hogyha pedig jó programunk van, akkor az árral együtt megyünk, egy kicsit irányítgatjuk a csónakot, és gyönyörű, nagyon kellemes élmények egész sorozatában lehet részünk az életünk során. Tehát azt is mondhatnám a mai számítógépes világban, hogy a tudatalatti program olyan, mint egy operációs rendszer a számítógépen. Mindenki hallott már a Windowsról és annak a furcsaságairól, és tudjuk jól, hogy nekünk vannak jó grafikai, meg ilyen-olyan programjaink, amelyeket rátelepítünk egy számítógépre, ahol egy ilyen operációs rendszer fut. Csak hogy az az operációs rendszer időnként kiakad, és attól a perctől kezdve hiába jó az a program, amit rátelepítettünk, az is ki fog akadni. Tehát, hogyha nincs a mély tudatunkban egy olyan operációs rendszer, egy olyan program, ami az univerzum működési módjával összhangban van, akkor a szándékos gondolataink, a szándékos terveink rátelepednek egy rossz operációs rendszerre, és valahol neki megyünk a falnak. És ezért van az, hogy nagyon sokszor hozzákezdünk valamihez, jó szándékkal, pozitív gondolatokkal, nagy reményekkel, és egyszer csak kiderül, hogy valami miatt nem sikerült. Aztán megint hozzákezdünk, és megint nem sikerült. És harmadszor, negyedszer, ötödször nekifutunk, és kiderül, a végén azt mondjuk, hogy hát ez már nekem nem sikerül, én már csak ilyen vagyok, én ügyetlen vagyok, én tehetségtelen vagyok, én nem vagyok erre a világra való, és a többi. Tehát még tovább rontjuk a lehetőségeinket ilyen
gyakran ismételt panaszkodással, vagy tudatalattira ható, tulajdonképpen programozással. Az első gondolati csomag az egységtudat. Tehát valóban, amíg az embernek nincs meg az egységtudata, és mélyen belül nem tudja azt, hogy ő egy egységes életnek a része, addig, amíg saját magát különállónak tekinti, addig a külvilágot ellenségnek tekinti, és addig jobb, hogyha el se indul ezen az úton. Tehát nem is lehet elindulni ezen az úton úgy, hogy én tulajdonképpen egy izolált, elszigetelt valaki vagyok, és van egy ellenséges külvilág, ami engem körülvesz, és nekem védekeznem kell. Tehát ilyen módon nem lehet elindulni ezen az úton. Azután le kell rakni azokat a terheket, amelyeket egy nagy hátizsákban cipelünk, jó nehéz köveket. Itt következik a megbocsátás. Tehát mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy bizonyos helyzetekben megbántottak bennünket, csúnyán viselkedtek velünk, érdemtelen bánásmódban részesültünk, sorolhatnám. És ezekre az emberekre mi nagyon gyakran haraggal, nehezteléssel, sértődötten gondolunk. Tehát negatív gondolatokat sugárzunk feléjük, de mint mondtam, saját magunkat egyetlen gondolatunktól se tudjuk megkímélni, tehát saját magunkra is hatunk ezekkel a gondolatokkal, elsősorban magunkra hatunk ezekkel a gondolatokkal. És a gondolatot és az időnket lekötjük ezekkel a gondolatokkal. Tehát olyan, mintha egy 100 karú polip volnánk, ami minden karjával tudna csinálni valamit, de nagyon sokkal le van kötve, mert az esz egyik arra egyik embert fogja, másik arra másik embert, harmadik a harmadikat, és ragaszkodik a sértődöttséghez, annak az emlékéhez, és le van kötve a teremtő gondolat ilyen dolgokra. Tehát, hogyha a megbocsátást sikerül elérni belül, akkor leraktuk a hátizsáknak egy részét, de az nem az egészet. A következő lépés az elfogadás. Jó, megbocsájtottam neked, de azért maradj távol, ugye azért nem engedlek olyan közel magamhoz, nem fogadlak el, tudom, hogy te ilyen-olyan vagy, én más vagyok, és te maradj meg a magad kicsi szférájában, és ne bosszansd az enyémet. Igaz? Tehát megbocsájtok, csak tartsd magad távol. Ez nem igazi megbocsájtás, vagy ha igazi megbocsájtás, minden esetre nem elfogadás. Tehát elfogadni saját magunkat kell elsősorban. Másodszorban 6,5 milliárd ember él pillanatnyilag a Földön, és mindenki más. Most milyen kritériumok alapján fogadunk el, vagy utasítunk el valakit? Hát, hogyha hozzánk hasonló, akkor elfogadjuk szívesebben, hogyha tőlünk nagyon különböző, akkor már nem szívesen fogadjuk el, vagy egyáltalán nem fogadjuk el. Igen ám, csak hogy mindenki más, tehát bizonyos szempontból lehet, hogy hasonlít hozzám, és könnyebben elfogadom, de neki is vannak olyan vetületei, amiben nem hasonlít hozzám. És hogyha el tudnám fogadni azzal együtt, és el tudnám fogadni a másikat is, aki egyáltalán nem hasonlít hozzám, hát attól ilyen szép és érdekes és színes ez a világ. Hogyha mindannyian egyformák lennénk, hát akkor azt hiszem, hogy nagy lenne az unalom. De hát az elfogadás a következő, a jóvátétel az azt követő probléma. Amikor az ember már elfogadta a másikat, amikor megbocsájtott azoknak, akik bántották, amikor elfogadta az embertársait, akkor tudja megtenni a következő lépést, ráébredni arra, hogy ennyi-bennyi én is követtem el maradságokat, én is követtem el olyan dolgokat, amivel más embereket bántottam, és ezek az emberek most tulajdonképpen haragusznak rám. Negatív gondolatokat küldözgetnek felém. És azok engem elérnek, mert én nagyon is receptív vagyok ezekre a gondolatokra, mert hiszen én bántottam őket, és ezt ők is tudják, én is tudom. És tulajdonképpen mind a ketten lekötött csápokkal, lekötött lehetőségekkel élünk a világban. Érdemes megpróbálni oda menni ahhoz az emberhez, akit valamikor valamilyen körülmények között megbántottunk, és azt mondani neki például, hogy nézd, tudom, hogy ebben és ebben az esetben nem voltam korrekt veled szemben. Bántottalak, nem viselkedtem veled úgy, ahogy kellett volna. Akkor annyi eszem volt. Nyilván azt gondoltam a legjobb megoldásnak, mert az ember mindig a tudat szintjéhez képest a legjobb megoldást igyekszik választani. Akkor én azt gondoltam a legjobb megoldásnak, hogyha téged bántalak. Ma úgy érzem, hogy ezt már nem tenném, és nagyon sajnálom, hogy akkor megtettem. Kérlek szépen mondd meg, mivel tehetem jóvá, mivel lehetek a segítségedre. Megígérem önöknek, hogy csodák fognak történni. Tehát, hogyha vannak csodák, azok ilyen pillanatokban történnek. A legritkább esetben kér valaki bármilyen ellenszolgáltatást vagy segítséget. Pusztán a tény, hogy
belátom, hogy tévedtem, belátom, hogy bántottam, és felajánlom a lehetőségét, hogy valamivel jóvá tegyen, olyan erőket szabadít fel az első megjelenési módja a könycseppek a szemben, majd tessék figyelni, hogy meghatódik az illető, és azt se tudja, hogy hova legyen örömében. Megszabadul ő is egy hatalmas tehertől. Megszabadulunk mi is egy hatalmas tehertől. Lerakhatjuk a súlyokat a hátizsákból. Mert hogyha nem rakjuk le a súlyokat, hogyha nincs meg az egységtudatunk, ha nem bocsájtottunk meg, ha nem fogadtuk el az embertársainkat, és nem tettük jóvá azt, amit jóvá lehet tenni, számíthatunk-e egészséges gondolatra, és számíthatunk-e egészségre? Nem. Még csak nem is számíthatunk egészségre. Az egészség miről szól? Az aura az irányító rendszer. Az aurában vannak a gondolatok, érzelmek, emlékek. Minden ott van. Az irányító rendszer irányítja a fizikai testet, az irányított rendszert. Az irányított rendszer mit csinál? Engedelmeskedik. Engedelmeskedik a gondolatoknak, a tudatos és a nem tudatos gondolatoknak egyaránt. Hát ugye az egész anyagcserét nem tudatosan bonyolítjuk, és mennyire komplex, és milyen jól működik. Tehát, hogyha az én gondolkodásmódomban külön valósági tudat van, ha az én gondolkodásmódomban harag van, ha az én gondolkodásmódomban elutasítás van, és az én gondolkodásomban ott vannak azok a kísértetek, hogy ezt és azt az embert akkor és akkor én bántottam, szóval, gondolattal vagy cselekedettel, akkor ezek akadályozni fogják a fizikai testnek a rendes működését. Ebből következnek a tünetek, a fizikai tünetek, a betegségek. Tehát nem lehetek egészséges egy negatív gondolkodásmóddal a tarsolyomban. Nem lehet. Nincs hogy. És hogyha nem vagyok egészséges, ugye még akkor még rontom a helyzetet, mert nagyon sokszor hajlamos vagyok a panaszkodásra. És be kell csak menni egy kórházba, és megnézni, hogy mi történik. Egyik beteg a másiknak mondja a saját tüneteit újra, és újra, és újra, és hogyha 30 napig van benne, 30-szor fogja elmesélni, de lehet, hogy többször, mert több pácienst is talál, akinek elmondhatják egymásnak, hogy mekkora nehézség, milyen nagy bajban vagyok, és ezekkel mindig újabb utasítást, parancsot ad a szervezetnek, hogy ezt az állapotot fenntartsa. Pontosan azt az állapotot, amitől szabadulni szeretne, hogy azt az állapotot fenntartsa. Márpedig ezt az állapotot meg lehet változtatni, de csak pozitív tudatos gondolkodással, de nem elég, hanem pozitív tudatalatti programmal. Az nagyon kell hozzá. Sőt, az az első. Nyilván, amikor az ember már egészséges, akkor lehet ő ideális társ valaki másnak a számára, és akkor számíthat arra, hogy valaki az ő számára ideális társ. Ugye két beteg ember egymással nem igen tud mit kezdeni, tehát az ideális társ fogalma az ebből a szempontból bizony távol esik a vágyott állapottól. Vannak, akik tudják, vannak, akik tagadják, vannak, akik nem is hallottak még róla. Tulajdonképpen az ember a teremtés kezdetétől fogva kettős lény. Minden emberben van férfi és női vonás, férfi és női tulajdonság, és ez a kettős lény valamikor külön vált. A magyar nyelvben nagyon érdekesen nyomon követhető, benne van a szóban, hogy feleség. Az egyik a másiknak a fele, és a moldvai csángók még mindig úgy használják, hogy a férfi és a nő is tulajdonképpen feleség. Mi már áttértünk erre, és azt mondjuk a férjnek, hogy férjen a bőrébe. De a feleség, mint szó, tehát az egységnek a fele, ők nagyon megőrizték a nyelvükben ezt, hogy tulajdonképpen mi férfiak és nők, külön útra, elválik az egység két félé, és külön úton szerzünk tapasztalatokat, és időnként találkozunk azzal a másik felünkkel, az az ideális társunk. A másik felünkkel. Csak amikor azzal az ideális társsal találkozunk, akkor olyan hatalmas a vonzerő, olyan nagy az együtt létre való törekvés és vágy, hogy az ember mindent elfelejt, Istent, teremtést, mindent elfelejt. De leghamarabb a családját és a gyermekeit. És ebből azután nagyon komoly problémák adódnak. Tehát egy ilyen tudatalatti program valóban stimulálni fogja azt, mint a mágnes, vonzani fogom azt az ideális társat, aki hozzám tartozik, de ha nekem vállalt feladataim vannak, gyermekeim vannak, családom van, és a többi,
akkor igazán meg kell gondolni, mert amikor megjelenik az a bizonyos ideális társ, akkor engem semmi nem fog tudni visszatartani attól, hogy vele együtt legyek. Ez biztos. És abban az esetben, hogyha én nem vagyok elég magas tudatszinten, és nem tudom a dolgaimat olyan módon rendezni, hogy azután barátság, béke, szeretet és harmónia maradjon köztem, és a jelenlegi vagy előző párom és a gyermekeim között, akkor csak problémát okoz az ideális társ. Nem is nagyon szokott az ember találkozni vele addig, ameddig nem jut el bizonyos magasabb tudatossági szintre, mert éppen ezért, tehát ez ki van találva, hogy csak akkor találkozzunk a megfelelő ideális társal, amikor már tisztában vagyunk azzal, hogy ez mit jelent, és mit jelent a környezetünkre nézve. Nekem ezzel kapcsolatban vannak pozitív és negatív tapasztalataim. A negatív tapasztalat az volt, amikor váratlanul találkoztam az ideális társammal. Probléma csak az volt, hogy ő is férnél volt, és én is nős voltam. Pillanatok alatt felborult mind a két házasság. Mind a ketten tulajdonképpen megbántottuk a párunkat. És bármilyen mennyei is volt, mert valóban annak lehet nevezni, bármilyen mennyei is volt az a boldogság, az a 3 év, ami ezt követte, a sors úgy hozta, hogy megint külön kellett válni. Tehát amit mi okoztunk másnak, az karma szempontjából, okokozat szempontjából visszatért, és megint külön kellett válni. És eltelt 10 év. És én újra nősültem, ő megint férhez ment, méghozzá egy barátomhoz, és 10 év után ismét találkoztunk. És természetesen megint együtt szerettünk volna lenni. És akkor következett az igazán nagy próbatétel, egyrészt úgy felbontani a házasságot, hogy béke és barátság maradjon, és ez sikerült, részemről mindenképpen sikerült. Az ő részéről pedig leültem beszélgetni a barátommal, tehát a férjével, és elmondtam neki, hogy nekem most már évek óta nagyon hiányzik a feleséged. És az én házasságom az sikerül, úgy néz ki, baráti alapon szépen elrendezni. Ti hogy vagytok? És azt mondta, hogy hát az az igazság, az, hogy én is sokat voltam külföldön, azt mondja, csak hétvégeken járok haza, és hát az az igazság az, hogy nem olyan igazi az a házasság, ahogy úgy gondoltam, vagy szerettem volna. És mondtam neki, hogy és nem lehetne két rosszul sikerült házasságból legalább egy jót létrehozni? És rám nézett, és azt mondja, hogy gondoltad? Mondom úgy, hogy tisztelettel megkérném a feleséged kezét. És gondolkozott, 3 percig csend volt, azt mondja, hát tulajdonképpen, szóval miért ne lehetne? Azt mondja, de hogy csináljuk? Nem mondom, állj meg, vándor, innen már csak szervezés kérdése. Eddig volt a nehéz, tehát eddig volt, mert persze meg lehet csinálni még egyszer azt, amit már egyszer megcsináltunk, csak annak még nehezebb következményei lesznek. Tehát, hogyha olyan módon kerülünk össze, hogy más embereket ezzel bántunk, hát akkor meg kell inni a levét. És nekem elég volt az a periódus, amit nélküle töltöttem, arra, hogy nagyon alaposan átgondoljam, hogy mit szabad, és mit lehet, és mit érdemes csinálni egy ilyen esetben. Úgyhogy ezért hívom fel nagy szeretettel mindenkinek a figyelmét, hogy ideális társat mindenki csak saját felelősségére próbáljon meg bevonzani az életébe, mert nagy felfordulást tud okozni. Lehet nagyon jó is persze. A következő az a siker. Nagyon gyakran azért vagyunk sikertelenek, mert szülők vagy a környezetünk sokszor azt mondta nekünk, hogy te ügyetlen vagy, te béna vagy, te kétbalkezes vagy, neked semmi se sikerül, olyan vagy, mint apád, olyan vagy, mint anyád, bezzeg ők sem boldogultak az életben, stb. És a szülő valami hihetetlen kitartással képes ezeket mondogatni a gyermekének. Érdemes odafigyelni, hogy mit mondunk a gyermeknek. Én emlékszem, és sokszor nem is rossz indulattal, én emlékszem, amikor a feleségem a kislányunkat attól féltette, hogy elesik. És azt mondta neki, hogy ne menj oda, mert leesel, ne állj ide, mert leesel, ne csináld ezt, mert leesel, ne csináld azt, mert leesel. Mondom neki, ide figyelj, mondom, te arra programozod a gyermeket, hogy leesik. De hogy mondhatsz ilyet, én védeni akarom? Mondom, igen. Mondom, de hogy véded? Szóval nem létezik az, hogy ilyen nincs, azt mondja, ez nem. Oda jutottunk, hogy a gyerek álló helyében a szőnyeg közepén is le tudott már esni. Komoly. És akkor kapott észbe, hogy hoppá. Na mondom, akkor most, hogyha megértetted, akkor most változtassunk egy kicsit a módszeren, és akkor azt mondjuk neki, hogyha veszélyes helyen jár, hogy ügyesen kapaszkodom és megtartom az egyensúlyomat. Mondom, mert ezt szeretnéd, ugye? Mondom, ezt. Azt mondja, igen. Na mondom, akkor ezt kell mondani, amit szeretnél. Nem azt, amitől félsz, hanem azt, amit szeretnél. És akkor az lesz. Ha azt mondod, amitől félsz, akkor meg az lesz.
Tehát a sikert tulajdonképpen el tudjuk érni, hogy ezeket a belső akadályokat felülírjuk, elhárítjuk, ami azután természetes módon meghozza a bőséget. És itt a bőség az nem kifejezetten anyagiakra vonatkozik. Tehát a bőség az egy szellemi, lelki és anyagi bőséget jelent. Ami pontosan ellentéte a szűkségnek, a szűknek, a szűkösségnek. Pontosan az ellentéte. És először gondolkodásmódban kell nekünk ezt megteremteni ahhoz, hogy megengedhessük magunknak. És amikor bemegyünk egy ruhaüzletbe, és azt mondjuk, hogy én most már nem 36-os méret vagyok, hanem ne adj Isten 42-es, de azért 38-as ruhát valahogy magamra erőltetem, akkor én magamra erőltetem tulajdonképpen a szűkséget, ahelyett, hogy megengedném magamnak azt, hogy lezseren és bőségben éljek. Tehát nagyon sok vetülete van, és nagyon sok mindenre ki tudhatni egy ilyen gondolkodásmód. A bőség elérhető, mert nincs megszabva, hogy hány hűtőszekrény, vagy hány vasaló, vagy hány autó gurul a világon. Ez nincs megszabva. Most már igazán lehet látni, hogy amire szükség van, minden beszerezhető. Egyszerűen az a gondolat, ami ezt lehetővé teszi, azt kell erősíteni, és felülírni azt a gondolatot, ami úgy szól, hogy ezt nem engedhetjük meg, spórolni kell, jön a számla, miből fogom tudni kifizetni, és a többi. Tehát ezeket a gátló gondolatokat, ami nagyon régóta és családokon, generációkon keresztül fut a mély tudatban, ezeket felül lehet írni olyan gondolatokkal, amik azután meghozzák a csodát. És természetesen utána következik a béke és a harmónia, tehát hogyha már nem amiatt aggódik az ember, hogy holnap mit fogok enni, akkor már mindjárt másképp és más színben látja a világot. A béke és a harmónia és azután a bölcsesség, amikor már az élet törvényeit ismerve, azokhoz alkalmazkodva kiderül, hogy ez nem egy hatalmas verseny, hanem egy olyan közeg, amiben én, hogyha a törvényeket ismerem és betartom, akkor lezseren, könnyeden, bizonyos leckéken átesve, ugyan folyamatosan tanulva, folyamatosan magasabb szintre jutva, de nyugodtan és időn kívül tudok létezni és élni az életemet. Van azonban még néhány dolog, ami a gondolkodásunkra nagyon erős hatást gyakorol, és ezek azok az úgynevezett csakrák, az energiaközpontok, mivel már tudjuk azt, hogy nem az agyon gondolkodik, hanem az auránk pedig nem csak egy energiaközponttal gondolkodik, hanem több energiaközpont irányítja a gondolkodás folyamatát. Érdemes volna csak így nagyon röviden átszaladni azon, hogy mi is az, ami meghatározza az embernek a gondolkodás módját. A csakráknak a nevét én helyettesítettem, inkább szójáték szempontjából kérem kezelni a dolgot, magyar elnevezésekkel, ugyanis egy amerikai táltos lapban jelent meg, hogy valamikor a csakrákat a magyar nyelvben almáknak nevezték, és hát ez olyan dolog, amit ugye mérnöki precízió ide vagy oda én bizonyítani nem tudok, feltételezem, hogy más számára is komoly nehézségekbe ütközne, de mint szójátékot is, mint érdekességet érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta, talán többet fog mondani számunkra, mint egy szanszkrit szó. Ugyanis az első, a legalacsonyabb, tehát legalábbis geometriailag, a legalacsonyabb csakra, a gyökércsakra, aminek állítólag az volt az ősi magyar neve, hogy uradalma, tehát ez az, amit az úrtól, az urattól kaptál, és ez az, aminek a segítségével gyökeret ereszthetsz a fizikai világban, tehát leszületsz, lefele születsz, és az első dolgod az, hogy megteremts magadnak a létfeltételeket, ennivaló, innivaló, ruha, hajlék és a többi. Ennek a színe, szivárvány színeit követved, ez a legalacsonyabb szint, és ennek a színe a vörös. Amikor már ez megvan, akkor magasabb szintre lépünk, és azt mondjuk, hogy most már van mit enni, van mit inni, van hol lakni, de ez nagyon unalmas egyedül, jó lenne egy társ, tehát jó lenne ezt megosztani valakivel, és akkor következik a szakrális csakrának a gondolkodás módja, ami ugye a lakodalma, és ez már ennek a színe narancs. Ha már ez is megvan, akkor tovább lépünk, és akkor jutunk el a napfonatig, amikor azt mondjuk, hogy most már megvan a ház, megvan a kocsi, megvan a férje és a feleség, vagy a feleség. Most már élvezni szeretnénk az életet, élvezni az életet, szeretnénk minél többet kapni. Utazás, kirándulás, különböző élményeket szeretnénk begyűjteni.
És ez a három csakra tulajdonképpen az alsó három, hogyha irányítja a gondolkodásmódunkat, ez napi szinten többször változik. Tehát van, amikor a kenyérkeresettel foglalkozunk, van, amikor a szexel, és van, amikor a szórakozással. Tehát ez nem olyan, hogy most csak az egyik, csak a másik, csak a harmadik. Nyilván valamelyik azért túlsúlyban van. Tehát hogyha nagyon odafigyelnénk, akkor rájönnénk, hogy valamelyik minket jobban foglalkoztat és erősebb bennünk, mint a többi. De ezen a három szinten nincsenek csodák. Nincsenek csodák, mert itt mind a három arról szól, hogy én kapni szeretnék. Minél többet kapni az élettől. A következő szint, a szívcsakra szintje, itt van a csoda, a fogadalma. A szív az egyszerre fog és ad. És érdekes módon, ugye befogadja a vért, aztán hozzáad valamit, plusz nyomást, és úgy adja tovább. Tehát amit kap, azt nem tartja meg, hanem hozzáad valami pluszt. És ez a plusz tulajdonképpen az egész univerzumban az életnek a titka. Ez a kicsi plusz, amit hozzáad valaki. És aki ezen a szinten gondolkodik, arra az jellemző, hogy ugyanolyan napi rendszerességgel, ahogy gondol a kenyérkeresetére, gondol a szexualitásra, gondol a szórakozására és a pihenésére, gondol arra is, hogy milyen módon lehetne az embertársait segíteni. Önzetlenül. Tehát úgy, hogy valami pluszt adok. És ez a segítség, ez lehet egy mosoly. Lehet egy simogatás. Lehet egy bátorítás. Lehet egy bíztatás. Lehet egy nyugodt jelenlét. Tehát lehet az is segítség, hogyha én nyugodt vagyok, egyensúlyban vagyok, és csak ott vagyok valaki mellett. Én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, amikor még a végső valóságnak a kéziratával szaladgáltam a tanítómesteremhez Svédországban, akit Huszár Sándornak hívtak. És mindig mondta, kérdezni szerettem volna tőle, hogy most hogyan tovább. És elmondtam neki, hogy meddig jutottam, és ő csak ült szépen, és mosolygott, és nézett. És amikor még végig sem mondtam, hogy mire jutottam, és még végig sem, el sem jutottam a kérdésig, már ott volt a válasz. Mondtam, hogy köszi, nem mondj semmit. Nem is akart. Különben. És ez sorozatosan megtörtént, tehát pusztán a jelenlétével is, a jelenléttel is tudjuk segíteni azt, aki hozzánk fordul segítségért. Nyilván ezek határozzák meg azt, hogy mit mondunk és mit gondolunk. Hogyha tovább megyünk, akkor a torok csakra, a riadalma, azt mindenki tudja, hogy előfordul nagy ijegység esetén, hogy a torkában dobog a szíve, vagy elszorul a torka, ugye, és a riasztásnak, a hangképző szervnek az irányító központja ez, és azután következik a hatodik alma, a hatalma. Éppen a hatodik, igen, és ez volna a hatalom, de igazi hatalma csak annak van, akit a szíve vezet, és a hatalom elsősorban arra vonatkozik, hogy saját magának és a környezetének az ura legyen. Erre törekszik mindenki, aki el szeretné érni a mesteri fokozatot. Nem mások fölött uralkodni, saját maga fölött uralkodni. És ebben az esetben nincs hatalom vágy, hiszen saját magának és a környezetének ura, nem függ az ő léte attól, hogy mások milyen tudatszinten vannak, és ő valódi hatalommal tud segíteni másokat abban, hogy ők is eljussanak arra a szintre. Ameddig ez nincs meg, és amíg nem a szív vezeti, amíg az alsó csakrák valamelyike vezeti, addig csak hatalmaskodásról vagy hatalmáskodásról lehetne beszélni, addig a hatalom nem igazi hatalom. És hogyha már ez is megvan, akkor jutunk el a megvilágosodásig, az úralmáig. Ez az a bizonyos alma, szimbólumban rejtett tanítás, szimbólumokban rejtett tanítás, ami a Bibliában szerepel. Ez a bizonyos tudásfájának a gyümölcse. Ez az, ami tulajdonképpen az első emberpár, ami megint csak szimbolikus történet, megpróbál megszerezni. Tehát nem arról szól a történet, hogy sétál Éva a kertbe, és a kertben csavarodik a fára a kígyó, és a kígyóval elkezdenek beszélni, hogy te ide figyelj Éva, edd már meg ezt az almát, mert stb. Itt arról van szó, hogy valóban létezik egy ilyen magas szintű isteni tudat, és az valóban elérhető, és ez a kígyó a könyvben benne van, tulajdonképpen a belső kundalini kígyó, ami egy idő után a csakrákat összeköti, és feljut a legmagasabb szintig, és eljuttatja az embert az isteni tudatosságig, a kozmikus tudatosságig, a Krisztus tudatig. Nyilván nem szabad idő előtt megpróbálni felemelni ezt a kundalini energiát, nem szabad idő előtt megpróbálni megszerezni az isteni tudást,
az idő előtt azt jelenti, hogy nem szabad és nem is ajánlott megtenni ezt addig, ameddig az alsó csakrák irányítanak. Mert hatalmas energiához jut az ember, és ezt az energiát mire fogja használni? Önző célokra. Teljesen önző célokra. Élvezetekre, szexualitásra, anyagi javaknak a begyűjtésére. És ezek azok a célok, amik azután karmikus nehézségeket és problémákat okoznak. Tehát nem tiltás volt ez, hanem védelem annak az érdekében, hogy először el kell jutni oda, hogy ezt a gyümölcsöt elérhessük, és azután rendelkezésünkre fog állni. Magyarországon különben is én azt mondom, hogy éppen jókor és éppen jó időben, jó helyen vagyunk ezekkel a gondolatokkal, mert a nyugati világból már kiölték az önálló gondolkodásra való hajlamot, nagy részükből, az emberek nagy részéből. Magyarországon még nem. Itt még nem sikerült. Itt is van tendencia, ugye, mert csak említem mondjuk azt, hogy az egyik-másik barkácsáruház azt mondja, hogy mindenre van kész ötlete, nem kell gondolkodni, kész van. De a magyar embernek még mindig nagyon sok olyan ötlete van, ami nincs kész, és ami nagyon egyszerű és nagyon jól használható, és még mindig nagyon sokan vannak olyan feltalálók, olyan zseniális koponyák, akik segíteni tudják az emberiséget is, meg az országot is. Úgyhogy a teremtő erő az bennünk van, csak tessék felszabadítani, tessék használni, és tessék megpróbálni eljutni legalább naponta egyszer a szívcsakráig, és valamilyen módon önzetlenül segíteni egymásnak. Nagyon szépen köszönöm.